A rendőrség által készített videófelvételen a vádlottakat fogják el a kommandósok. A bíróság által megállapított tényállás szerint az elrabolt férfinak az ügy elsőrendű vádlottjával volt elszámolási vitája, aki több mint 17 millió forintot követelt tőle. Miután ezt nem kapta meg, megkérte a többi vádlottat, hogy segítsenek neki a vállalkozó elrablásában. 2015. január 9-én az egyik vásárosnaményi áruház parkolójába csalták a vállalkozót, akit autóba tuszkoltak, elvették a mobiltelefonját, majd egy fővárosi szállodába vitték. A férfira, akinek elégették személyes iratait és bankkártyáját is, a rendőrök egy idegenrendészeti razzia keretében találtak rá 3 nap múlva. A 2015. január 21. napjától őrizetben, majd 2015. január 23. napjától előzetes letartóztatásban, ezt követően 2016. július 27. napjától házi őrizetben lévő elsőrendű vádlott, bűnös, emberrablás büntettének kísérletében, mint felbújtó. VTK 190. szakasz első bekezdés A pont, és vesztegetés büntettében, mint felbújtó. 290. szakasz első bekezdés. Ezért a törvényszék halmazati büntetésül 5 év szabadságvesztés büntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata börtön. Az első rendűn kívül mindössze 4 vádlott jelent meg a keddi ítélet hirdetésen. A büntető ügyben összesen 16 vádlottra szabott ki hosszabb, rövidebb idejű szabadságvesztést a bíróság, többek közt személyi szabadság megsértése, közokirat hamisítás és kifosztás miatt. Egyes vádlottak a pénz visszaszerzésében segítettek, mások a rablásban is részt vettek. 7 vádlottat letöltendő börtönbüntetéssel sújtottak, közülük a legnagyobb büntetést, 5 évet az elsőrendű vádlott kapta. A többi 9 vádlottat különböző időtartamú próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztéssel büntette a bíróság. A vádlottak egy része fellebbezést jelentett be a végzés ellen, így esetükben az ítélet nem jogerős.